Sziasztok, Luca vagyok, és ez a mai videó nagyon-nagyon izgalmas lesz, mert ti is, vagyis hát közületek néhányan, ahány embert be tudtam válogatni, úgyhogy ne legyen iszonyú hosszú a videó, szóval néhányan részt vesztek benne, mert azt találtam ki, hogy lefotózom magamat, és utána elküldöm pár embernek, hogy retusálja, hogy szerkessze a saját stílus alapján, és nagyon kíváncsi voltam, hogy ennyi ember hányféleképpen nyúl hozzá a fotóhoz. Mert én is, amikor így előveszek egy fotót, és mondjuk ki akarom rakni Instára, akkor így elgondolkodom, hogy na most akkor ezt egy kicsit tegyem, nem tudom, melegebbé, hidegebbé, boldogabbá, ilyesmi, hogy mennyire nyúljak bele a, nem is tudom, mondjuk bőrhibet leszoktam szedni, például a szeplőimet sose szedem le. Szóval egy csomó minden van, amiben különböző emberek különbözőképpen járnak el, amikor a retusálásról van szó. Úgyhogy feltettem Instára egy kérdést, hogy ki szeretne benne lenni egy videómban, és azoknak a jelentkezését vártam, akik azért szokták szerkeszteni a fotóikat, úgyhogy feltettem azt a kérdést, hogy ki milyen szoftverrel szerkeszt. És aztán rengeteg válasz érkezett, és tudtam, hogy ennyi embert nem tudok majd beválogatni a videóba, úgyhogy biztos, hogy lesz majd még olyan videó, ami, hát hogyha nem is pontosan ugyanez a téma, de hogy valami hasonló, amiben együtt csinálunk valamit, mert ez tök izgi nekem is. Mindenesetre próbáltam a válaszok alapján olyan embereket kiválogatni, akik különböző szoftvereket használnak, Photoshopot, Gimpet, Facetune-t, nem is tudom, annyiféle programot írtatok. Na mindegy, szóval kiválogattam egy pár embert, és van köztük, hát nem is tudom, nem is egy, de vannak olyanok, akiknek a retusára iszonyú kíváncsi voltam, úgyhogy meg is mutatom, hogy mit küldtem el azoknak, akik jelentkeztek erre. Ja, és mielőtt elfelejtem, ha minden igaz, ez egy két részes videó lesz, mert jelentkeztek videósok is, úgyhogy gondoltam, hogy csinálok egy ilyen ti szerkesztettétek a képemet videót, meg egy videósok szerkesztették a képemet videót, úgyhogy, hogyha ez összejön, akkor azt fogjátok látni jövő héten, és akkor most felolvasom, hogy nagyjából mit írtam nekik. Köszönöm mindenkinek, hogy részt vesz ebben a videóban. Nem fogom versenyeztetni az elkészült képeket, csak arra vagyok kíváncsi, hogy ugyanabból a fotóból hányféle stílusú kép születhet. Igyekeztem olyan képet választani, ami se nem túl vidám, se nem túl melankolikus, így bármilyen irányba el lehet vinni, tegyétek hozzá a saját stílusotokat. A nyers képen vannak kisebb-nagyobb hibák, amiket javíthatok, hogyha úgy gondoljátok, a lényeg, hogy a végeredmény szerintetek esztétikus legyen, hozzátok ki belőle a maximumot. Bármit szabad, színezni, vágni belőle, hozzátenni akármi. De hagyhatjátok a fotót egészen naturálisan is. És akkor elküldtem a képet, ami nagyon sokat gondolkoztam, hogy milyen kép legyen, de végül is arra jutottam, hogy ez a kép lesz az. Két dolgot akartam szem előtt tartani. Egyrészt az, hogy a kép valamennyire semleges hangulatot sugározzon, tehát, hogy ne legyen egy ilyen egyértelműen napfényes, ugrálós, happy dolog, hanem bármit ki lehessen belőle hozni. Úgyhogy, bár nem ez a kedvenc képem magamról egyáltalán igazából, de ez olyan, hogy félig semleges, félig, hát ilyen nyitott ajtó, szóval, hogy bármit lehet vele csinálni. Másrészt pedig olyan fotót akartam választani, ami hibás több szempontból is, például ki van égve az arcomnak a bal oldala, vannak szelektív kukák a háttérben, a fogamon rúzsnyomok vannak, és egy csomó ilyen apróság van az arcomon is, a háttérben is, amit esetleg javíthatnak. Most nem azt fogom nézni, hogy ki az, aki a legtöbb hibát javította, hanem csak kíváncsi vagyok, hogy kinek mi tűnik fel, és mit emel ki, és mit rejt el, és szerintem kezdjük is el, mert végül is egész sok embert válogattam ki, úgyhogy nem tudom, hány perces lesz a videó, de kezdjük el. Szóval az első Fanny, akinek mutatom, ugye ez a before, és az after. Woo! Egy párszor váltogassuk, hogy érezzük a feelinget. Hú, ilyen nagyon narancssárgás lett az egész. Nagyon sima lett az egész bőröm, az látványos. Ó, nézzétek, itt van az arcom közepén egy ilyen kis háromszög, ami miatt szerintem tök idegesítő ott az egész arckifejezésem. Ezt Fanny totál eltüntette, tök szépen eltüntette az arcomról. A szemeim azok ilyen brutál gyilkos, vöröses, narancssárgák lettek. Okay, szemalatti táskáimból nem sok maradt. Ja igen, most látom, nézzétek a szempillámat. Tök szőke, egyenes, van rajtam smink, de szempillaspirált elfelejtettem feltenni, és amikor visszajöttem a lakásba, akkor jutott eszembe, hogy úristen,
spirál lemaradt, úgyhogy ez ezen a képen javítva lett. A szemöldököm szerintem ki lett húzva, az tök szép lett. Hát a rúzsom az ebből a szürkés lilásbarnából átvörösesbe váltott, de mondjuk ehhez a narancssárgás effekthez ez szépen illik. A szemeim nagyon durvák lettek ezen a képen. Ha megnézitek itt a pulcsimat, akkor látszik, hogy iszonyatosan gyűrött volt és ronda. És az is ki lett tök szépen javítva. Itt volt a fejemen egy seb, azt is kijavította Fanni. Elég aprólékos retus lett, elég durva effektezéssel. Nézzük a következőt, aki Gréta, aki tök más irányba vitte el a képet. Nem nagyon erős az effekt, ami rajta van. Egy kicsit zöldesebb. Az az érdekes az ő retusán, hogyha megnézitek ezt a területet, ahol itt tök sötét minden, plusz megnézitek ezt a területet, ahol tök világos minden, akkor látszik a retusán, hogy ami árnyékban volt, ezt egy kicsit kivilágosította, és ami nagyon highlight, azt meg egy kicsit lesötétítette. És emiatt sokkal jobban kijönnek a részletek a képen. A kiégést ezt teljesen szépen megoldotta itt, az arcomon, visszajöttek a részletek, amik az eredetiben szinte nem is látszanak, és tök jó, hogy ezek visszajöttek. Például a fülbevalóm az itt felbukkant a sötétből. Lett egy kis vinyettája a képnek, ha jól látom, ami szintén jót tett neki. Igazából a hajamnak ez a része, ez nekem tökre tetszik, hogy ilyen kis fényes lett ettől a kontrasztosítástól. Plusz egyenesítve lett az egész kép. Azt gondolom, hogy itt a rúdhoz képest. Igazából olyan a kép, mintha itt dél van, itt meg már naplemente. Dél, naplemente. A következő egy nagyon-nagyon izgalmas szerkesztés lett. Úristen, ez a szín, annyira jó ez a hajszín. Szerintem az arcbőröm is sokkal egységesebb lett. A szám talán egy kicsit világosabb, vagy csak az egész kép lett talán egy kicsit világosabb. A hajszínem az zseniális lett, tökéletes, nagyon szép. Ez konkrétan a kedvenc színű ilyen zöldes kékem. És akkor egy kicsit változott a pulcsi színe, egy kicsit narancssárgásabb lett, nem ilyen mustársárga maradt. Hát elég vagány. És az eredeti kép az egy kicsit unalmas kompozíciójú, tehát van egy háttér, ott oké, ott van benne egy fa, meg vagyok én. És akkor rakott még bele két réteget, erre az oldalra egy ilyen highlightot, egy fényt, ide meg egy ilyen kis torzult fényt, és nagyon-nagyon tetszik, hogy nem az a klasszikus kerek pötty, hanem egy ilyen kivehetetlen valami, és mégis ad egy ilyen réteget, egy ilyen új mélységet a képnek. Következő. Betty szerkesztése, aki egy ilyen napsütötte csodás nyári napot varázsolt ebből az ilyen, hát szürkés képből. Ősz. Nyár! Ősz! Nyár! Iszonyat jó. Az arcomról eltávolította a kis sebeket, hegeket, mindent. A hajam sokkal ragyogóbb, fényesebb, csillogóbb lett ettől az egész filtertől, amit rárakott. Leszette a gyűrődéseket a pulcsimról, sőt, amit még eddig talán senki nem vett észre, hogy itt volt ez a hatalmas csík, ezt is nagyon szépen eltávolította. Úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik. A következő Flóra, aki egy nagyon másik irányba vitte el a sztorit, ez meg már tényleg egy ilyen napfelkeltés. Itt is ő is használt ilyen fényeket. Az egész bal oldal le lett sötétítve. Egy ilyen narancssárgás, most látom a pulcsimat, iszonyú szépen kivasalta az egész pulcsimat, nem maradt rajta egyetlen gyűrődése, ő is kiszedte ezt a kis csíkot innen. Az egésznek a feelingje ilyen merengő, naplementés, olyan hallod a Balaton mellett susogó ilyen fűzfáknak a levelét feeling lett. Olyan nyugalmas az egész. Sötétebb lett a szemem. Azt figyeltem meg, hogy ezen az eredeti képen egy kicsit ilyen világos a szemem, mert úgy valahogy úgy érte a fény, hogy pont így átsütött az egészen, de csak a balon, és ettől egy kicsit fura a tekintetem ezen az alapvető, az eredeti képen, és ezen olyan megnyugtatóbb, olyan normálisabb a tekintetem. Az arcommal nagyjából annyit csinált, mint amennyit én is csináltam volna. Tehát például itt van ez a kis pötty, ez nekem mindig itt van. Viszont a homlokomról leszette, az nyilvánvalóan egy seb volt, ez nem kell oda, mert hát azt nem akarom így az utókor számára megőrizni. Akkor a sok hunyorítástól itt a kis ráncaimat is eltávolította, az nagyon jót tesz az arcomnak. A sminkem az nagyjából megmaradt, talán egy kicsit sötétedett, vagy talán az csak a kontrasztosítástól lett olyan.
de nagy változásokat. Szóval például egyelőre senki nem, mondjuk nem nyomta össze az arcomat, nem nyújtott az orromon, szóval ilyen változtatásokat még senki nem csinált, aminek egyébként tökre örülök. A következőre készüljetek fel, mert nagyon vad lesz. Uff, egy egész rózsabokrot tett mögém, ez Krisztinek a képe, a pulcsimat és a fülbevalómat is rózsaszínűre színezte, mögém lettek retusálva a rózsák, itt elém jön, itt mögöttem van, egészen részletesen ki lett dolgozva ez az egész rózsabokros történet. Nagyon vad, főleg attól, hogy a rúzsomat viszont meghagyta barnának, úgyhogy rózsaszín, de mégis barna rúzsos luca lett ez a végén. Ez egy olyan retus, amire egyáltalán nem számítottam. De reméltem, hogy kapok ilyen vadabb retusokat is, mert ugye úgy írtam, hogy bármit hozzá lehet adni, bármit el lehet venni, bármit lehet módosítani. Úgyhogy nagyon örültem, amikor megkaptam ezt a képet, mert ő aztán nem félt bele nyúlni a dolgokba. A következő szerkesztéshez egy kis felvezetést is adnék, mert amikor ő írt a kérdésemre, akkor egy kicsit is felcsillant a szemem, mert én nagyon szeretem az ő feedjét. Ő egyébként követ engem Instán, és amiatt néztem rá a profiljára, mert az a neve, hogy Szomorú Zöld. És néha, amikor így látom, hogy valakik lájkolják a képemet, és így érdekes a nevük, akkor így ránézek a profiljukra, és ránéztem a profiljára, és megmutatom, hogy mit találtam. Szóval ilyen a profilja. Azt hiszem, hogy saját kép az összes, és mind annyira kis érzékeny, olyan nyugodt, csöndes, melankolikus. Ez nagyon-nagyon a... Hát a lelkemnek az egyik része az nagyon-nagyon ilyen. Úgyhogy őt azonnal bekövettem. És nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mit fog kihozni ebből a képből, mert bár próbáltam olyan képet választani, ami nem túl boldog, nem túl szomorú, nem túl semmilyen, tehát nem túl karakteres, de azért mégiscsak egy ilyen napfényes, félmosolyos fotó. És mutatom, hogy mit csinált. Before. After. Tehát ezt a képet simán bele tudom képzelni a feedjébe. Megmutatom egy kicsit közelebbről, hogy lássátok, hogy mi történt vele. Egyrészt ugye totálisan és gyönyörűen helyre tette az arcomat, a kis hibákat, meg mindent. Másrészt ilyen gyönyörűen zajos lett a kép. Itt vannak rajta ilyen kis karcolások, kis zajok, és az egész képnek van egy ilyen feelingje, hogy ülök ott a kertben 1923-ban, gondolkodom az élet nagy dolgain, nézek a jövőbe, te ránézel erre a fotóra, nézel a múltba, elmerengsz. Nem tudod biztosan, hogy szomorú vagyok-e, vagy vidám ebben a pillanatban. És így, hát nekem ez nagyon tetszik. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ő jelentkezett erre. Azt nem mondom, hogy az én feedembe beleillik, de pont ezt akartam látni ezzel az egész videóval, ezzel az egész kihívással, ha úgy tetszik, hogy ahány ember, annyi stílus. És akkor most mutatok valakit, aki szintén totál más irányba vitte el az egészet. Before, after. Úristen, ezen úgy nézek ki, mint egy ilyen sellőlány kb. Így attól, hogy az egész ilyen homályos, még a háttér is homályosítva lett, az arcomról nem is beszélve, olyan, mintha egy ilyen tökéletes, víz alatti lény lennék. És hát a hajam az elég vagány lett, zöldből, indigókékbe, vagy ez talán egy kicsit lilás is. És akkor a rúzsom is tökéletesen illik a hajamhoz. Nekem eléggé bejön ez a két szín, a kék meg a mustársárga együtt. Azért, hogyha ráközelítek az arcomra, akkor nagyon durva, hogyha az aftert megszokom, és utána visszaváltok a before-ra. Dün-dün-dün! Az összes arcbőr hibám így most már ezek után olyan durvának tűnik. Ezt így nem is fogom sokáig csinálni, hanem inkább maradjunk ennél. Én annyira szeretném, hogyha a hajszínemet csak úgy egy pillanat alatt meg tudnám változtatni, mint ahogy mondjuk a fülbevalóimat veszem föl reggelente, hogy hát most ehhez van kedvem. Kék haj. Klak, kész. Az utolsó szerkesztés pedig Pannától érkezett, aki eléggé elhardcore metálosította az egészet. Egy ilyen brutál kontraszt került az egész képre. Kapott itt a kép egy ilyen fénynyalábot. A szemem így durva lett. Na, itt jön ki az, amit mondtam, hogy a jobb szemem mennyivel világosabb ezen a fotón. De az egész nagyon rock and roll lett. Na hát ennyi volt. Mindenkinek az Instagramját linkelni fogom a leírásban, úgyhogy nézzetek rá a profiljaikra.
És hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, kövessetek Instán és Twitteren, ahol Sluc néven találtok, és jövő héten talán találkozunk.